Először is szeretném megköszönni az elnök úrnak, nagykövet úrnak, hogy lehetővé tette, hogy ma itt magyarul szólaljak fel. Így önöknek lehetőségük lesz 20 percen keresztül hallani egy olyan nyelvet, amelyet mi a világ legszebb nyelvének tartunk, de nem sértődünk meg azokra, akik azt mondják, hogy ez a világ legbonyolultabb nyelve. A megtisztelő számomra, hogy Magyarország időszakos emberi jogi egyetemes felülvizsgálata ügyében most itt az ENSZ emberi jogi tanácsában szólhatok önök előtt. Elnök úr, kérem, Magyarországot 12 esztendeje egy kereszténydemokrata, nemzeti, patrióta és jobboldali kormány vezeti, amely kormány a politikáját a keresztény értékrendre alapítja, és ez a keresztény értékrend a garancia arra, hogy Magyarországon az emberi jogok maradéktalanul érvényesülnek. Azonban azt is el kell most mondanom önnek, tisztelt elnök úr, hogy egy olyan országot képviselek itt önök előtt, amelynek a szomszédságában háború zajlik. Márpedig egy háborúban a legalapvetőbb emberi jogok sérülnek. Hiszen az emberek egy háborúban elvesztik a békében és biztonságban való élethez fűződő jogukat. Mindez elfogadhatatlan, ezért a háborúnak minél előbb véget kell vetnünk. Elnök úr, a magyar emberek nem akarták és nem is akarják ezt a háborút. Ez a háború biztonsági kockázatot jelent minden szomszédos ország, így Magyarország számára is. Minden egyes perc, amíg ez a háború zajlik, az újabb és újabb biztonsági kockázat ránk nézve. Ebben a helyzetben Magyarország kormányának az a kötelessége, hogy garantálja a saját állampolgárai számára az egyik legalapvetőbb emberi jog érvényesülését. Magyarul, hogy garantáljuk a magyar embereknek azt, hogy békében és biztonságban élhessenek a saját hazájukban. Elnök úr, biztosíthatom önt arról, hogy Magyarország jelenlegi kormánya elkötelezett ebben a tekintetben. Mindent megteszünk ezen célunk elérése érdekében, és nem kötünk kompromisszumot a magyar emberek ebbéli jog érvényesülése tekintetében. A magyar embereknek igenis joguk van békében és biztonságban élniük a saját hazájukban. Ennek a jognak az érvényesítéséhez három fontos feladatot kell a magyar kormánynak ellátnia. Az első, garantálni Magyarország és a magyar emberek biztonságát. A második, garantálni, hogy Magyarország nem sodródik, nem kavarodik bele ebbe a háborúba. És harmadikként garantálni, hogy nem a magyar emberekkel fizettetik meg ennek a háborúnak az árát. Elnök úr, most, ha megengedi, akkor az ENSZ emberi jogi tanácsával szeretném ismertetni a magyar kormány azon lépéseit, amelyet annak érdekében tettünk, hogy ez az alapvető jog érvényesüljön, vagyis hogy a magyar emberek békében és biztonságban élhessenek a saját hazájukban. Először is, ami az ország biztonságát illeti. A magyar hadsereg jelentős erőit csoportosítottuk hazánk keleti határvidékére, annak érdekében, hogy megakadályozzuk militáris vagy paramilitáris csoportok beszivárgását, benyomulását Magyarország területére. A második célkitűzés ügyében, mármint hogy ne kavarodjunk bele a háborúba, olyan döntéseket hoztunk, amelyek minimalizálják annak a kockázatát, hogy a magyar emberek elveszítsék a békében és biztonságban élés jogát. Ezek a döntéseink a következőek. Nem küldünk katonákat ebbe a háborúba. A második, hogy nem küldünk fegyvereket sem ebbe a háborúba. Tudjuk, megértjük és tiszteletben tartjuk, hogy barátaink, szövetségeseink másként döntöttek ebben a kérdésben. Tudjuk, megértjük és tiszteletben tartjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek küldenek fegyvert. Ezt azonban mi nem tesszük, kitartunk ezen döntésünk mellett, és elvárjuk,
hogy ezen döntésünket is tiszteletben tartsák. És elnök úr, kérem, döntöttünk arról is, hogy Magyarország területén keresztül halált okozó fegyverek szállítását Ukrajna területére nem engedélyezzük. Ezek a fegyverszállítmányok ugyanis a másik hadviselő fél, Oroszország szempontjából megsemmisítendő katonai célpontnak minősülnek, és mi nem kívánjuk annak a kockázatát felvállalni, hogy akár Magyarországon, akár Ukrajna Magyarországhoz közeli területein, a magyar-ukrán határ közvetlen közelében ilyen szállítmányok haladjanak át, vagy tartózkodjanak. Harmadikként pedig szeretném elmondani önöknek, hogy a biztonságnak van egy nagyon fontos aspektusa, amelyről egyre többet beszélünk. Ez pedig az energiaellátás biztonsága. És szeretném aláhúzni, hogy a magyar embereknek joguk van ahhoz, hogy az energiaellátásuk biztonságban legyen. Ezért Magyarország kormánya nem támogat egyetlen egy olyan döntés sem, amely döntés veszélyeztetné a magyar embereknek ezt a jogát, vagyis veszélyeztetné Magyarország biztonságos energiaellátását. Ugyanis, kedves kollégák, az energiaellátás az nem filozófiai, nem politikai, nem ideológiai kérdés, hanem fizikai kérdés. Kőkemény fizikai kérdés. Energiaforrásokra és szállítási útvonalakra van szükség. Gáz vagy kőolajforrásra és vezetékre. És az nem Magyarország hibája, és pláne nem a magyar emberek hibája, hogy az Oroszországból érkező földgáz és kőolaj nagy szerepet játszik Magyarország, Közép-Európa, sőt, az egész európai kontinens energiaellátásában. Ennek infrastruktúrális okai vannak, és pontosan tudjuk, hogy egy ilyen helyzettől való függetlenedés nem, hogy nem megy egyik napról a másikra, de egyik évről a másikra sem reális. Ezért az Oroszországból Európába irányuló energiaszállítások korlátozása, vagy az erre vonatkozó szankciók súlyosan sértenék a magyar emberek biztonságos energia ellátásához fűződő jogát. Éppen ezért az ilyen döntéseket nem támogatjuk, arról már nem is beszélve, hogy az ebből fakadó bizonytalanság és áremelkedések drasztikus terheket jelentenének a magyar családoknak. Tisztelt elnök úr! Ukrajnában a háború miatt az emberek már elveszítették a békés és biztonságos élethez fűződő alapvető jogukat. Ezért nekünk kötelességünk segíteni nekik. Ukrán emberek milliói menekülnek ma a háború elől. Higgyék el, szívszorító látni a családokat, a csonka családokat, a gyermekeket édesanyjukkal futni a háború elől, látni az idős embereket. De szeretném önöket biztosítani arról, tisztelt elnök úr, hogy Magyarország minden Ukrajnából menekülőt befogad. Eddig több mint 500 000-an, több mint 500 000-en érkeztek Ukrajnából közvetlenül vagy közvetve Magyarországra. Számukra Magyarországon ellátást, menedéket és szállást biztosítunk. És sajnos, ahogy elnézzük, elnök úr, a háborús cselekmények egyre növekvő intenzitását, az egyre súlyosbodó városostromokat, újabb menekült hullámokra kell számítanunk. Magyarországon példás együttműködés alakult ki az állami intézmények, az egyházi szervezetek, jótékonysági szervezetek és önkéntesek között. Minden átkelőnk teljes kapacitással működik. És az Ukrajna területén jogszerűen tartózkodó harmadik országok állampolgárait is beengedjük. Számukra biztosítjuk a biztonságos hazautazás lehetőségét, hogy nekik is érvényesüljön a joguk a békés és biztonságos élethez. Elnök úr, vannak, akik tovább mennek, de vannak, akik hosszabb távon szeretnének Magyarországon maradni. Számukra munkát is biztosítunk. A munkáltatóknak, a vállalatoknak támogatást adunk, annak érdekében, hogy könnyebben alkalmazhassanak menekülteket. Így a menekülteknek sem segélyből kell megélniük hosszú távon, hanem munkából. És számukra az állam támogatásának köszönhetően a munkáltatókkal együtt a szállásukat is megoldjuk. És minden szempontból, elnök úr, sokkal jobb, hogyha egy ember legyen menekült, vagy magyar állampolgár, munkából és nem segélyből él.
Mi Magyarországon munkaalapú társadalmat építünk. Vagyis el akarjuk érni, és nagyrészt már el is értük, hogy mindenki, aki akar dolgozni, az tudjon is dolgozni. Tisztelt kollégák, szeretném itt kifejezni Magyarország és a kormány tiszteletét és nagyra becsülését lengyel testvéreink felé. Lengyelországban több millió, tehát még nálunk is több Ukrajnából elindult menekültet látnak el. Két európai ország, amely a legtöbb menekültet látja el, Lengyelország és Magyarország. Fonákság, furcsa helyzet, képmutató helyzet az Európai Unióban, hogy ez az a két ország, amelytől Brüsszel visszatartja a nekik járó Európai Uniós forrásokat. Tisztelt elnök úr, szeretném ön tájékoztatni arról is, hogy Magyarországon az ország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre jelenleg. Annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk az Ukrajnában nehéz körülmények közé került embereknek. 800 tonna élelmiszer és 200 tonna higiéniai eszköz tartalmaz az a szállítmány, amelyet folyamatában juttatunk el a bajban lévő ukrajnai embereknek. És itt és most az ENSZ emberi jogi tanácsában is szeretném világossá tenni, hogy mi kötelességünknek tartjuk azt, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy ez a háború Ukrajna határain túlra is terjedjen. Mert ha így lenne, ha ez a háború tovább terjedne, akkor emberek újabb millióinak alapvető joga sérülne, mármint a békében és biztonságban való élethez fűződő joguk. És ezen a héten, elnök úr, sajnos veszélyes javaslatok vannak különböző nemzetközi szervezetek napirendjein. Egyre többen javasolják az Ukrajna feletti légtérzár létrehozását. De egy légtérzár létrehozása, beszéljünk őszintén, a légi háborút jelent. Hiszen egy légtérzár létrehozása esetén nyugati szövetséges légierők harci repülőgépei és orosz harci repülőgépek közvetlen konfliktusba kerülnének egymással. Mint ahogy békefenntartónak nevezett szárazföldi csapatok küldése is kifejezetten kockázatos békehíján. Békehíján szárazföldi csapatok küldése, még akár békefenntartó szándékkal is, szárazföldi összeütközések lehetőségét alakítaná ki. Mindezek sajnos, kedves kollégák, új dimenziót nyitnak a háború tovább terjedésének kockázata tekintetében. Ezért Magyarország minden olyan javaslatot ellenez, amely azt a kockázatot hordozza magában, hogy emberek újabb, további millióinak békés és biztonságos élethez fűződő joga sérülne, illetve kerülne veszélybe. Tisztelt elnök úr, régi vita az, ami az illegális migrációt illeti. Itt az ENSZ emberi jogi tanácsában is számtalanszor vitatkoztunk már erről a kérdésről. Magyarország emberi jogi felülvizsgálatai során is az illegális migráció kérdése számtalanszor előjött, így volt ez most is. Számos javaslatot kaptunk a tagállamoktól ebben a tekintetben. De a tömeges illegális migráció 2015 óta tartja nyomás alatt Európát. Szeretném itt és most világossá tenni, hogy Magyarország továbbra sem engedi be az illegális migránsokat, hiszen ők nem a szomszédos országokból jönnek. Sok ezer kilométerről jönnek, és sok békés és biztonságos országon keresztül haladnak keresztül. És az Ukrajnából menekülőkkel ellentétben nekik nincs joguk bejönni Magyarországra, mert nem mi vagyunk számukra az első biztonságos ország. Sőt, azt hiszem, hogy a különbség most lett a legszembetűnőbb. Az illegális migránsok rendszerint megostromolják a határainkat. Megsértik a határunkat. Nincs joguk bejönni. Megtámadják a rendőreinket, sérüléseket okoznak nekik, agresszíven viselkednek, nem működnek együtt a magyarországi hatóságokkal, nem tanúsítanak semmifajta tiszteletet sem szabályaink, kultúránk, viselkedési normáink iránt. Ezzel szemben az Ukrajnából menekülő családok a hivatalos határátkelőket használják. Hosszú sorokban, órákig, türelemmel várnak arra, hogy jogszerűen beléphessenek Magyarország területére.
tiszteletet mutatnak, tiszteletteljesen viselkednek, együttműködnek hatóságainkkal, regisztrálnak, és köszönetet mondanak a segítségért. Ezért szeretném még egyszer itt aláhúzni, hogy mi minden Ukrajnából érkezőnek segítünk, de illegális migránsokat továbbra sem engedünk be, déli határunkat ugyanolyan szigorúan őrizzük, mint eddig, és elnök úr, kérem, tavaly 123 ezer illegális migránst állítottunk meg a határunkon. Idén eddig pedig 34 ezret. Ezzel hatalmas terhet veszünk le nyugat-európai országok válláról, ugyanis ha mi beengednénk ezeket az illegális migránsokat, nyugat-európai országoknak euró milliárdokat kellene költeniük szociális rendszereikben ezen személyek ellátására. És tisztelt elnök úr, végezetül szeretnék itt külön kitérni a gyermekek és a családok védelmére. A gyermekek és a családok jogaira. Ezzel kapcsolatban is sok észrevételt kaptunk. Magyarországon alaptörvényi rendelkezésekben védjük a gyermekeket és a családokat. Alaptörvényünk világosan fogalmaz. Házasságot egy férfi és egy nő köthet. A család szülőkből és gyermekekből áll. Az apa férfi, az anya pedig nő. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! A világjárvány alatt a családok kettős kihívás előtt álltak. Iskolák és óvodák hosszú ideig zárva tartottak. Ugyanakkor a szülőknek dolgozniuk kellett a megélhetésük és az ország működő képességének fenntartása érdekében. És nagy szerepet vállaltak a családok abban, hogy Magyarország sikerrel lett túl a világjárványon. A magyar kormány köszönetének és nagyrabecsülésének jeleként a gyermeket nevelő családok, szülők számára az idei esztendő elején visszafizette a tavalyi évben általuk befizetett személyi jövedelemadót. Továbbra is világrekorder mértékben az OECD átlagának dupláját, vagyis a GDP-nk 5,2%-át költjük a családok támogatására. Elértük, hogy ne lehessen pusztán gazdasági kérdés a gyermekvállalás. Elértük, hogy a gyermekvállalás az ne hozhasson kedvezőtlenebb helyzetbe senkit sem, ahhoz képest, mintha nem vállalna gyermeket. És elnök úr, tisztelt kollégák, április 3-án, jövő héten vasárnap, a parlamenti választással egy időben országos népszavazásra is sor kerül ebben a kérdésben Magyarországon. Országos népszavazásra a gyermekek és a családok védelmében. Mi Magyarországon hiszük és valljuk, hogy a szülők kizárólagos joga a gyermekek nevelése a szexuális orientáció tekintetében. Ez egy érzékeny kérdés, és abban egészen biztosak vagyunk, hogy a szülők tudják a legjobban, hogy mikor és hogyan kell erről a kérdésről beszélni a saját gyermekeikkel. Nincs olyan NGO, amely jobban ismerné a gyermekeket, mint maguk a szülők. És fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek ne találkozhassanak káros, koruknak nem megfelelő tartalmakkal, amelyek veszélybe sodorják a biztonságos nevelésük alapelveit. Tisztelt elnök úr, kérem, engedje meg, hogy köszönetet mondjak a tagállamoknak a többségében konstruktív vitáért, amelyet folytathattunk az emberi jogok magyarországi érvényesülése kapcsán. Köszönjük a javaslatokat is, 267-et kaptunk. Ebből 131-et elfogadtunk, 136-ot tudomásul vettünk. Ezeket már részben teljesítettük, azért csak tudomásul vettük. Részben pedig vissza kellett őket utasítanunk, mert vagy az alaptörvényünkkel szembeni cselekedetekre akartak minket rávenni, vagy politikailag motiváltak voltak. A gender ideológia vagy a migránsok beengedésének jegyében születtek. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen önöknek a lehetőséget, hogy Magyarország nevében szólhattam.